Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Noála részére. Kedves Noála, üdvözöllek téged, te szeretnéd tudni, hogy ezen a bizonyos estén mi történt vele, miért nem hívott, és hogy miért húzódott vissza, mert az utóbbi időben nem jelentkezik. A kérdés az, visszatér-e hozzád, mi a terve? Mielőtt kezdeném ezt a jóslást, szeretnék valamit mondani, mert bepillantottam a horoszkópotokba. Igaz, ez a megrendelés asztrológia nélkül van, nem akarok mélyen belemerülni az asztrológia területébe, igazságtalan lenne másokkal szemben is, de úgy érzem, hogy ezt most mondanom kell, amit így a horoszkópotokban látok. Van két holdcsomó. Az egyik az a lefele mozgó holdcsomó Kétu, és utal a múltra, kármikus témákra, mindarra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez a holdcsomó mozog. Ez évben, és még jövő év elején is ez a lefele mozgó holdcsomó a Szkorpión jegyében mozog, az indiai számítás szerint. Az ő születési horoszkópjában ez a lefele mozgó holdcsomó Kétu szintén a Szkorpión jegyében van, úgyhogy most nála visszatért ez a kármikus csomó, vannak ez évben és jövő év elején még kármikus témák. A te születési horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, ami szintén egy kármikus csomó, de ez nem a múltra utal, hanem egy életterületre, vagy egy irányra, vagy egy kapcsolatra, amit még nem ismersz, de kell, hogy megismerd, mert ezt az életterületet a te lelked kiválasztotta. És nálad ez a felfele mozgó holdcsomó szintén a Szkorpión jegyében van, ahol most Kétu mozog, és ahol nála a lefele mozgó holdcsomó van. Így tükröztök egymásnak valamit. A másik irányt is megtekintjük, a felfele mozgó holdcsomó Ráhu, az ez évben és jövő év elején pontosan márciusig a Pikka jegyében mozog, az indiai számítás szerint. Az ő horoszkópjában ez a felfele mozgó holdcsomó szintén a Pikka jegyében van, tehát ez a holdcsomó visszatért hozzá, és nálad a Pikka jegyében van a lefele mozgó holdcsomó Kétu. Tehát itt van köztetek egy kármikus kapcsolat, és ti tükröztök egymásnak valamit, és ez a mozgás, a Kétu mozgás és a Rahu mozgás nálatok most ezt aktiválni fogja ez évben és jövő elején is kihat rátok. És most megtekintjük ezt a jóslást. Ez a kép ott felül jelenti az ő jelenlegi helyzetét. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azon kívül utal a csillagképekre. Ő bízik abban, hogy minden jóra fordul, vagy hisz abban, hogy a ti kapcsolatotok a csillagokban meg volt írva, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. Itt ez a hölgy nem csak szerencsét hoz, hanem van két korsó a kezében. Az egyik az arany szint mutatja, a napot, szimbolizálja a férfiasságot, a a másik pedig az ezüstöt, a holdat, a nőiességet. Itt minden így összetartozik. Ez a férfias energia, meg ez a nőies energia, ami arra utal, hogy ti összetartoztok, te és ő. Most megtekintjük azt, hogy mi a terve. Mielőtt még elmagyaráznám ennek a kártyának a jelentését, még röviden visszatérnék a csillagképekre, mert az utal a pontos időpontra, mint ahogy a csillagokban meg van írva, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Lehet, hogy ő várakozik, amíg ez az időpont passzol számára. És most megnézzük ezt a kártyát ott fent bal oldalon. Ezen a képen van 4 kehely. A 4-es szám utal a biztonság érzetére, nem csak az anyagiak terén, hanem a párkapcsolat terén is. És a kelyhek utalnak az érzelmekre. Ez a hölgy mutatja a tartást. Ez lehet az ő tartása, vagy a tiéd. Itt megvannak a lehetőségek. Ez kínálkozik itt, mert ott felől van egy kéz, ami átnyújtja ezt a kelyhet. Ezek a lehetőségek. De ahogy a képen látjuk, ez a hölgy elfordul. Holott vannak érzelmek. Tehát ő nem akar elbúcsúzni, hanem más irányba tekint. Ott előtte van ez az üres kehely. Nincsenek lehetőségek, vagy nem hisz ebben a szerelemben. A kérdés az, kinyújtja ezt a lehetőséget, és kifordul el. Mivel te írtál neki, tehát te nyújtottad ezt a lehetőséget, de ő várakozik, nem hisz benne, hogy ez egy boldog párkapcsolathoz vezethet. Lehet, hogy vannak emlékei, és fél attól, hogy minden összeomlik. De az érzelmek mégis ott vannak. A lehetőség látható, érezhető. A 4-es szám utal az ő terveire, az ő vágyára, a biztonság érzetére, a párkapcsolat területén. És itt nincs egy más nő, hanem te vagy ez a kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mi áll nála a középpontban. Ezen a képen látható a sors kereke. Ugyanúgy, mint ahogy a csillagképek mutatják, ez a csillagokban meg van írva, a sors könyvében meg van írva ez a találkozás, ugyanúgy, mint ahogy asztrológiailag is mondtam, van köztetek ez a kármikus kapcsolat. A sors utatok kereszteződött. Ez a sorskerék mindig abba az irányba mozog, amerre mi tekintünk. Most nálatok megvan ez a találkozás, te tekintettél tefele, ő tekintett tefeléd, tehát ez nem volt véletlen, itt megismertétek egymást. Nem személyesen, hanem lelkileg. Itt van köztetek egy lelki kapcsolat. Ez a sorskerék mozog előre, de ha neki félelmei vannak, vagy neked vannak félelmeid, akkor az lelassítja az eseményeket. Neki még 1-2 dolgot át kell gondolnia, de jelentkezni fog nálad. A következő kép azt mutatja, hogy mi vagy ki befolyásolja őt. Ezen a képen láthatóak az érmék, és azok utalnak anyagi dolgokra, vagy a munkahelyére. Vagy ő itt ez a mester, aki figyeli az eseményeket, vagy ő a diák, aki tanul valamit. Mindkettő lehetséges. Itt anyagi dolgokról van szó, amit neki ki kell egyensúlyozni, vagy rendbehozni, vagy a munkahelyénél vannak még megújulások, vagy neki kell még valamit tanulnia, vagy ő tanít valakit. Munkahelyi kapcsolatokra utal, vagy valakire, ahol pénzügyi dolgokról van szó, amit neki még rendeznie kell. Most megtekintjük azt, hogy mi változik nála. Ezen a kártyán látható a 10-es szám, és ez a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus, egy új ciklus indul. Ő szeretné ezt a kezdetet, de még nagyon sok mindent kell neki cipelni, vagy elrendezni. Ez nehéz, és így lassítja a folyamatot. Ő tudja azt, hogy valamit be kell neki fejezni, vagy rendezni a dolgait, mert 10 bot van a kezében, és ez nehéz, ez utal az ő nehézségeire, és ebből valamit meg kell oldani, hogy kevesebb legyen, és akkor lehet köztetek ez az új kezdet. Én mindig, ha ezt a képet megtekintem, egy olyan tolvaj jut eszembe. Lehet, hogy valaki kihasználta őt, vagy anyagilag, vagy rabolta az idejét, az energiáját, és neki be kell fejezni ezeket a kapcsolatokat. Most megnézzük azt, hogy hogy lát téged. 3 előnye van ennek a kártyának. Egyrészt a 2-es szám, és az utal a párkapcsolatra, te és ő. Nincs egy harmadik személy. Ez is egy előny. A másik pedig az értékek, mert ez az aranyérem, illetve az aranyérmék, ebből itt 2 látható, utal az értékekre, a belső értékekre is. Más szóval ezt úgy tudnám kifejezni, te értékes vagy számára. Ami még előnyös, hogy ezek az aranyérmék a föld eleméhez tartoznak, és az utal reális dolgokra, amiről ő álmodozik, ahogy érez, azt ő szeretné élni, és ezt veled együtt. Ami hátrányos, hogy ő egy lábon áll, holott állhatna 2 lábon is, akkor biztos lenne, és lenne egy talaj a lába alatt. De mivel ő így lát téged, ez nem az ő tartása, hanem ő úgy gondolja, hogy te vacakolsz itt. Legyen vagy ne legyen, higgyek benne vagy ne higgyek benne. Ez nem egy olyan kritikus gondolat most, hanem ő ezt lehet, hogy így élte át, és arra gondol, hogy te bizonytalan vagy, és nem hiszel benne, vagy az ő szándékaiba. És most megtekintjük azt, hogy van-e egy másik nő az ő életében. És ezt mutatja a következő kártya. Itt ezen a képen, ott lent bal oldalon látható az uralkodó nő. Van egy nő, aki uralkodik felette. Én nem hiszem, hogy nála van most egy kapcsolat. Erre nem utalt a másik kártya sem, én inkább úgy érzem, hogy vagy van a múltjából valaki, aki követelőzik, megpróbál rajta uralkodni, vagy kihasználni őt, vagy inkább ez a hölgy valaki másra utal, az anyukájára, vagy egy főnöknőre, aki megpróbálja őt elnyomni. Most megtekintjük azt, hogy áll ő ehhez a nőhöz. Itt van egy húzavona. Adjak vagy ne adjak, tegyem vagy ne tegyem. Ez a kép lehet egy belső feszültség is, amikor ő szeretne elbúcsúzni ettől a hölgytől, mint mondtam, ez lehet az anyukája is, de van lelkiismeret furdalása. Újra a kérdés, tegyem vagy ne tegyem. Mivel ez nála belső feszültséget vált ki, és ha ő úgy lát téged, hogy van itt egy hasonlóság, és te bizonytalan vagy, tegyem vagy ne tegyem, és van újra ez a húzavona, akkor akkor itt van hasonlóság. Lehet, hogy te emlékezteted őt az ő anyukájára, vagy a volt kapcsolatára bizonyos pillanatokban. Én nem úgy gondolom, hogy mindig így van, de lehet, hogy mondtál valamit neki, vagy küldtél egy képet, valami történt, ami kiváltotta ezt nála, hogy látja ezt a hasonlóságot. Előfordulhat, hogy emiatt most ő elgondolkozik azon, hogyan tovább. Lesz köztetek ez a harmonikus, szép párkapcsolat, vagy vannak mindig ilyen húzavonák köztetek. Most megtekintjük azt, hogy visszatér hozzád, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, ami mutatja a lelkesedést, a bátorságot, a szenvedélyeket. Ő így lát téged. Te bátor voltál, mert írtál neki újra, de most inkább légy visszahúzódó, és legyen ő bátor ahhoz, hogy keresse a kapcsolatot veled. Most megtekintjük azt, hogy mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ezen a képen látható egy aranyút. Ez a te sorsutad vagy életutad, amit a te lelked kiválasztott. Ez tükröződik az asztrológiában, a horoszkópban, a te születési horoszkópodban. Indulj ezen az úton. Ha ő szeret téged, akkor követni fog. Ha nem, akkor lesz egy új kapcsolat. És vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez nem csak az anyagiakra utal, hanem az értékekre is. Te értékes vagy, és megérdemelted azt, hogy megkapd azt a férfit, aki szeret téged. De ha a másik kártyákat megtekintjük, ő szeret, ő bízik a sorsban, ő tudja azt, hogy a sors utatok kereszteződött. Ez meg van írva a csillagképben, ott van a sors kereke, és ez arra utal, amiben én biztos vagyok, hogy ő visszatér hozzád. És légy türelmes. Ez az arany érem jelzi a föld elemét, és az passzív, és türelmes. Higgy abban, hogy te jó úton vagy, és ő követni fog téged. És megtekintjük a jövőt. Ő nem rohan utánad, mint egy kiskutya, hanem így evez és követ téged. Biztos lehetsz abban, hogy visszatér hozzád, mert ez így van megírva a csillagokba. Bíz a sors kerekébe. Te nem mutasd ki azt, hogy te vársz rá, vagy vannak elvárásaid, hanem légy magabiztos, menj a saját utadon, majd ő jönni fog. Ő érezni fogja azt, ha te kicsit eltávolodsz tőle, és rohanni fog utánad, illetve így evez az élet tengerén, és abba az irányba fog mozogni, ahova te tekintesz. Kedves Noála, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!